tudjátok ezt képzelni, zokogtam a kádban, olvadt le a sminkem, potyogtak a szempilláim, potyogott a könnyem, és akkor azt éreztem, hogy egy világ összedőlt, és most mindennek vége. De rosszul gondoltam, akkor még. Sziasztok, Szingviki vagyok, és ma ígéretemhez híven készültem nektek egy kérdezz-felelek videóval, de hogy ne legyen uncsi beszélős videó, ezért közben ezt a sminket elkészítem ma nektek, hiszen a videó rögzítése után fellépni megyek, úgyhogy egy igazi Szingvikis elkészülést láthattok ma, és közben benne áll a szám, ígérem. Kezdjük is! Szépen sorjában minden kérdésre fogok válaszolni, amit feltettetek nekem Instagramon. Jön a bál szezon, jön a karácsonyi szezon, nekem is egyre több karácsonyi fellépésem van, úgyhogy ma este is egy ilyen fellépésre készülök, úgyhogy most amíg megcsinálom a videót, gondoltam, összekötöm a kellemeset a hasznossal, csinálom a videót, és közben ki is sminkelem magam, így időt is borolok, és ti is meg tudjátok nézni azt, hogy hogyan készül nálam egy színpadi szingviki ebből, amit most láttok, a kockás inges összecsavart hajú lányból, hogy lesz az este dívája. Közben megmutatom, hogy mennyire sokan válaszoltatok a kérdésemre, illetve tettetek fel nekem kérdést Instán. Úgyhogy ilyenkor nagyon-nagyon boldog vagyok. Rögtön az első kérdés. Szerinted meg tud tanulni bárki énekelni, ha elég kitartó? Lehet valamennyit javulni, fejlődni? Na, kifejtős a kérdés, közben elkezdem csinálni a sminkemet, illetve elkezdek egy kis hidratálást. És közben válaszolok. Argánolajat kenek a fejemre, ahogy szoktam, mindig a smink előtt. Egy icipici, tényleg csak, hogy hidratálom az arcomat. Hogy meg tud-e bárki tanulni énekelni? Figyelj, egy bizonyos szinten meg lehet tanulni énekelni, viszont vannak olyan dolgok, amik nem tanulhatóak és nem taníthatnak, ilyen a tehetség. A hangszín, a vibrátó, az, hogy hogyan, hogy, tehát, hogy persze mindenki ugyanabból a hangkészletből dolgozik, de az különböztet meg minket, hogy hogyan nyúlunk azokhoz a hangokhoz. Tehát, hogy a do-re-mi-fa-szol-la-ti-dót hogyan énekeljük, és ez az egy dolog, hogy megtanulod tisztán kiénekelni, vagy pontosan kiénekelni ezeket a hangokat, de a stílus, a tehetség, a hangszín, a vibrátó, az, ami lehet így mondani, hogy akkor az X-faktor, az a bizonyos X, amitől te leszel a te, az nem tanulható, sajnos. Úgyhogy remélem, hogy nem veszem el a kedvedet, de vannak dolgok, amik nem tanulhatóak. Mióta játszik fontos szerepet a zene az életedben? Ilyenkor mindig olyan ilyet fejtvájok, de muszáj, ezzel is befújnom magam. Szóval, mióta játszik fontos szerepet a zene az életemben? 7 éves korom óta. 7 éves voltam, amikor először álltam színpadon. Ez egy karácsonyi ünnepség volt. A kis karácsonyt énekeltem, és anyukám majdnem elájult a közönségben, mert ő akkor szembesült azzal, hogy a kislány tud énekelni, mert nem is tud énekelni, hanem tehetséges. Hát akkor még nem tudtam igazából énekelni, nem tudtam, hogy mit csinálok a hangommal. Csak énekeltem, tisztán énekeltem, szépen, kedvesen énekeltem. És a következő évben el is vitt engem felvételizni édesanyám a Magyar Rádió Gyermekkórusának az iskolájába, oda fel is vettek, de ott nem éreztem annyira jól magam, és akkor utána mentem az Operaház Gyermekkórusának az iskolájába és magába a kórusba, és hát onnantól kezdve elindult egy klasszikus út, majd 10 év klasszikus hangképzés után, miután gyakorlatilag én 10 évig operaénekesnek készültem, aztán utána hát meggondoltam magam, és elkezdtem Whitney Houstont hallgatni, meg hát jöttek sorban a nagy énekesnők, akik hatással voltak az életemre, és akkor így lettem végül is könnyűzenei énekes, de hát ezt nagyon sok iskola megelőzte, ugye volt az Erkel Ferenc klasszikus szak, aztán jazz szak, aztán Kőbányai Zenestúdió, nagyon sokat muzsikáltam, vokáloztam, dolgoztam hajón, mint énekes, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, mire most itt ülök, és a kamerámba elmondom neked, kedves hallgatóm, kedves nézőm, hogy igen, mára-már nyugodtan elmondhatom, hogy énekesnő vagyok, és énektanár, ez a szakmám, ez a lélek, ez a kenyerem, de ez egy hosszú út volt, úgyhogy te se add fel a reményt, tessék csinálni, lépcsőről lépcsőre megmászni mindent, és kiérdemelni azt, hogy aztán azt mondhass magadról, hogy igen, te zenész vagy, te énekes vagy. Na, hogyan jellemeznéd magad egyetlen szóval? Gyerekek, direkt nem olvastam el előre a kérdéseket, csak azt láttam, hogy jó sok van, hogy frappánsan is
őszintén tudjak válaszolni a kérdéseitekre, hogy egyetlen szóval hogyan jellemezném magam. Kedves. Talán a kedves. Talán túl kedves is. De tényleg, éppen ezért van az, hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy teljesen hülyének vagyok nézve, tök naív vagyok, és túl kedves. Olyan emberekkel is, akik nem érdemlik meg, úgyhogy én pont most tanulom azt, hogy ne legyek ennyire kedves és cuki. Mert nyilván persze tök jó dolog, hogy az ember kedves, de vannak határok, és most így 30, lassan 34 évesen gyerekek, úristen, nem megy az idő. Most már lassan akkor meg kéne tanulni azt, hogy kivel kell kedvesnek lenni, és kivel nem, és nem feltétel nélkül, és nem úgy, hogy hülyének nézzenek. Hú, ez nagyon jó ez a kis cucc. Most először úgy csináltam, hogy benedvesítettem, és most tényleg teljesen más, hogyan tapad rajta az alapozó, mert mindent le fogok egyébként írni a videó alá, hogy milyen cuccokat használok a videóban. De egyébként nagyjából nincsen nagy trubáj, tehát hogyha eddig követtétek a sminkes videóimat, mindig én nagyjából ugyanezeket a halmikat használom. Nem vagyok egy ilyen nagy sminkguru, imádom a sminkeket, imádom magam sminkelni. Általában mindig én készítem a saját sminkjeimet, hogyha fellépésre megyek, vagy bármilyen TV-interjúl, nyilván kivéve azokat a műsorokat, amiben ilyen nagy sminkek vannak, meg nagy stúdiós sminkek, akkor, vagy videóklip, akkor ugye a Bianca Brush szokott sminkelni, vagy valami nagyobb gála, akkor mindig profit kérek meg, hogy segítsen. De alapvetően azért most már az esetek 90%-ában, vagy jó, 95%-ában én sminkelem magam. Hát meg kellett tanulni az évek alatt. Mi motivál a mindennapokban? A boldogság. Most is ez jutott eszembe, hogy alapvetően hajlamos vagyok állandóan a rossz végét megfogni a dolgoknak. Most ezt értsétek úgy, hogy hajlamos vagyok nem észrevenni, hogy milyen csodálatos dolgok vannak körülöttem, nem a mában élni, hanem a múltban és a jövőben. Szenvedni, hogy jaj, mi lesz velem, vagy mi volt akkor, és hogyha nem úgy lett volna a dolog, akkor biztos, hogy most nem ez lenne, ami van. Tehát, hogy hajlamos vagyok arra, hogy elfelejtsem, hogy egyébként milyen tök jó dolgom van, és milyen kivételezett helyzetben vagyok, hogy azt sem, amit szeretek, abból élek, amit szeretek. Gyakorlatilag a hobbim az a munkám is, és nagyon azt gondolom, hogy nagyon szerencsésnek tudhatom magam pontosan emiatt. Ráadásul van egy csodás párom, vannak csodás kutyáim, cicám, úgyhogy azt gondolom, hogy egy baromira szerencsés ember vagyok, de erre muszáj magam mindig emlékeztetni, úgyhogy a motiváció minden nap, a boldogság, hogy megéljem a boldog pillanatokat, ezt ajánlom mindenkinek. És azt a mondatot ajánlom mindenkinek. Nekem ez nagyon-nagyon sokat segít, hogy mondjuk egy csomó helyre fel van írva a lakásban is, meg így a kis utcaimra, hogy vedd észre. Tehát vedd észre az adott pillanatot, azt, hogy légy boldog, hogy éld meg azt, ami most van, hogy milyen szépek a fák, milyen aranyos az a kutyus az utcán, mennyire boldoggá tett valami, vagy mennyire finom ez a kávé, amit éppen kortyolsz. Pont most olvasok egyébként egy könyvet, amiben hasonló gondolatok vannak. A címe a Dalai Láma macskája. Nagyon cuki, ajánlom mindenkinek. Mi volt a legjobb és legrosszabb élményed az életben? Fú, gyerekek! Legjobb. Kezdjük a legrosszabbval. A legrosszabb élményem, most akkor maradva a szakmai dolgoknál, az volt, amikor kiestem a Megasztára egyből 2003-ban. Hát ez nagyon fájt. Most mit mondjak erre? 16 éves voltam, fogszabályzós kislány. Jó lett ez az alapozó? Szóval 16 éves fogszabályzós kislányként, amikor gyakorlatilag az életed az, hogy na most akkor fú, most elhiszed, hogy most itt vagy ebben a műsorban, és most itt meg fog változni az életed, és akkor hirtelen ez az egész álom, közben azért ott, tehát ez volt az első Megasztár, ez 2003, és akkor, tehát hogy tényleg boldog-boldogtalan eljött erre a meghallgatásra, rengetegen voltunk, tehát hogy tényleg akkor ott mindenki ott volt. Nem úgy, mint most, hogy minden héten indítanak egy-egy tehetségkutatót, és ha ezen nem jutsz be, akkor majd bejutsz a másikon. Akkor az volt, hogy akkor tényleg az egész szakma ott volt. Megasztál egy,
minden énekes. Több ezeren volt, tudom, nagyon durva, és mindenki nagyon jó volt, és ebből a sok ezerből én 16 évesen bekerültem a legjobb 50-be, és akkor úgy volt még, hogy az 50 az 10-es csapatokra volt szétszedve, és én a Pest megyei legjobb 10-be voltam. Az gyerekek akkor az hatalmas dolog volt. Szóval én akkor elhittem, hogy valami történni fog. Most óriási fog változni az életem, 16 éves fogszabályozós kislányként még tényleg hatalmas álmokat kergettem. Na és akkor a legjobb 12-be, tehát a 12-es döntőbe már nem kerültem be, tehát hogy kiestem, de az már nem, hanem tévés adás volt. Na és akkor onnan kiestem, emlékszem, hogy akkor tőlünk a Galambos Dorina és a Mujahid Zoli került tovább. Bennem egy világ dőlt össze, évekig nem énekeltem. Emlékszem, hogy ültem a kállamban este, mert én mindig fürdök, tehát nem tusolok, hanem mindig fürdök, és azt éreztem, hogy ahogy ázik le a smink az arcomról, és ahogy hullanak le a szempilláim így a vízbe, a műszempillák, amiket ugye kaptam, felhalasztották rá, akkor így olvad le rólam ez az álom. El tudjátok ezt képzelni, hogy zokogtam a kádban, olvad le a sminkem, potyogtak a szempilláim, potyogott a könnyem, és akkor azt éreztem, hogy egy világ összedőlt, és most mindennek vége. De rosszul gondoltam akkor még. Szóval, hogy sose keseredjetek el, csak azért akartam ezt ennyire részletesen elmesélni. Következő kérdés, most, hogy már szanasz éjjel kentem a fejemet. Ki a magyar és a külföldi példaképet zenében? Hát a külföldi példaképem az a Whitney Houston, szerintem ezt nem is kell mondani. A magyar kedvencem, mint a kedvencet mondok, nem példaképet, de talán zeneileg aki nekem a legtöbbet adja a lelkemnek, és legszívesebben hallgatom itthon, az Pápai Jóci. Annó, mikor... Ja, de várjatok, közben a legjobb élményemről még nem is meséltem az előbb. Jó, ezt akkor megválaszoltam, tehát hogy a Pápai Jóci a magyar kedvencem, a külföldi meg a Whitney Houston, tiszta izében, jó. Hogy mi volt a legjobb élményem? A legjobb élményem az életemben, akkor most mondjuk azt, hogy az is az volt, amikor a Megasztár egyben nem kerültem be. És tudjátok, hogy miért? Hogy visszamenőleg most már azt gondolom, hogy ez egy szuper jó dolog volt az életemben, mert minden úgy történt jól, ahogy történt. Hogyha akkor bekerülök, és 16 évesen én egy ilyen, tehát hogy akkor tényleg gyerekek, ez volt az egyetlen tehetségkutató, akkor az egész ország ezt nézte, akkor érted, máig emlékeztek, hogy kik voltak a Megasztár egyben. Tehát, hogy arra meg a kettőben is, meg talán még a háromban is. Tehát, hogy manapság már az, hogy annyira futószalagon mennek a tehetségkutatók, hogy már arra sem emlékszem, hogy ki nyerte meg a tavalyit. Tehát, hogy annyira sok és gyors van, mert minden csatornának van egy ilyen műsor, a tehetségkutatója, a celebbetélkedője, és rengeteg új arc van. Akkor ez az egy volt. Hogyha akkor bekerülök a Megasztárba, akkor teljesen máshogy alakul minden. Akkor nagyon-nagyon hamar kapok meg egy olyan dicsőséget, egy olyan hírnevet, ami aztán teljesen eltorzíthatta volna a személyiségemet. Akkor nem lennék most ez a kedves lány valószínűleg. Ismerem magam annyira, hogy iszonyatosan sok alázatot tanultam ezek alatt az évek alatt, amíg nem jött a siker. Amíg ugyanúgy dolgoztam, zenéltem, muzsikáltam, énekeltem, de a háttérben. És éppen ezért van az, hogy most minden egyes sikeres pillanatot, amikor elismerést kapok, amikor szeretetet tőletek, leveleket, amikor egy-egy fellépésem után oda jön hozzám valaki, és megölel, és megköszönni, hogy milyen szép érzelmeket kapott tőlem, hogy mennyire szereti hallgatni a dalaimat, a hangomat, ennek tudok örülni. Ezt nem tudom már haknira venni, félvárra venni, hanem szeretettel állok fel minden egyes alkalommal a színpadra, és minden egyes alkalommal picit izgulok is. És pontosan ettől lesz az, hogy apait, anyait beleteszek, és nem ilyen. Most haknizok egyet, aztán megyek a következő helyre, és ennyi, hanem mindig oda teszem a maximumot. Vannak irreális álmaid, amik valamilyen oknál fogva kivitelezhetetlenek? Hát persze, hogy repülni tanuljuk, tehát hogy én repülni szeretnék, mint egy madár, mint nem repülővel, hanem hogy szárnyakat növeszteni és repülni. Azt gondolom, hogy ennél irreálisabb nincs, de nagyon sokszor álmodok vele. És álmodozom róla, szerintem egyébként ezzel elég sokan vagyunk hasonlóképpen, hogy szeretnénk repülni. Hát én, ha nem énekelhetnél, mivel foglalkoznál?
Szóval, ha nem énekelhetnék, akkor valószínűleg kutya kozmetikus lennék. Mármint, hogy az akarnék lenni. Próbálok úgy, hogy ne hajoljak le, mert akkor nem látnátok belőlem semmit. Szóval, hogy kutya kozmetikus akarnék lenni, és... hát még pedig azért, mert imádom az állatokat. Jobban szeretem néha az állatokat, mint az embereket, de hát talán nincs is ezzel olyan nagy baj, mármint, hogy szerintem elég sokan vagyunk ezzel így. Mi az, amit ha elérnél az életben, maximálisan elégedett lennél? Jó kérdés. Egyszerről sétálgattunk a Tomival Szentendrén, azt tudni lehet rólam, hogy én ilyen nagyon nagy Szentendre mániás vagyok, ezért is mutattunk volt a Szentendrén, ott nőttem fel, és hát volt egy igen érdekes megszólalásom, azt bírtam mondani, hogy sétálgattunk a patakparton, ilyen nagyon-nagyon szép részen, gyönyörű házak, patakpart, zöld, ahol az ember úgy azt érzi, hogy biztonságban le tudna élni egy életet, és ahova szívesen szülne gyereket is. És ott jelen nekem meg mindenem Szentendre, meg minden a természet közelség, meg a fák, meg az állatok, meg a növények. Úgyhogy sétálgattunk is, és azt mondtam a Tominak, és azóta is egyébként ez többször így eszembe jut, hogy most valaki azt mondaná nekem, hogy itt van ez a ház, és lenne mindig annyi pénz a bankszámládon, hogy te és a családod életed végéig mindenetek meglegyen, cserébe nem énekelhetnél többé. Fú, nehéz kérdés, hogy mit mondanék. Tehát, hogy választanám a biztos jövőt, azt, hogy mindenünk meg lesz, és itt csodálatos helyen fogok élni. A családommal, a gyerekeimmel, Tomival, a kutyáimmal, és minden napunk felhőtlen és boldog lesz, és lesz mindig elegendő pénzünk, soha nem kell szenvednünk semmi hiányban, de többet nem énekelhetek. Vagy pedig énekelhetek, és továbbra is kiteszem magam ennek a bizonytalan jövőnek, ami zenészként vár virág. Hát, hogy ugye az, hogy az ember zenész, az azért nem fenékítel fel. Tehát, hogy itt most nem az van, nem úgy kell elképzelni, hogy én szerepeltem egy tehetségkutató műsorban, és nekem azóta kolbászból van a kerítés, és mindenünk megvan, és Ferrarival járok. Hanem pont ellenkezőleg. Tehát azáltal, hogy azt választottam, hogy én zenész leszek, én énekes leszek, azáltal egy olyan jövőt választottam magamnak, aminél bizonytalanabbat szerintem nem is választhattam volna. Az, hogy az ember mennyire sikeres vagy nem sikeres, az pillanatnyi állapot. Egyik pillanatban még szerepelsz a tévében, ott vagy, szeretnek, követnek, fellépéseid vannak, autogramokat kérnek tőled. Másik pillanatban meg azt veszed észre, hogy elfelejtettek és senkinek se kell lesz. És ez periódikusan is tud változni a művész életében, hogy vannak fönt és vannak lent, és ez elég abszurdikus dolog. És hát mindent lehet rámondani, csak azt nem, hogy ez egy biztos jövő lenne. Úgyhogy nagyon komolyan elgondolkodtató ez a kérdés, hogy vajon tényleg, hogyha valaki oda jönne hozzám, és azt mondaná, hogy ez mind a tiéd lehet, ez a ház, egy autó, bankszámla, kimeríthetetlen keretekkel. És nyilván nem azt mondom, hogy milliárdok, szóval nem akarok ilyen Cristiano Ronaldo lenni, vagy úgy élni, de hogy egy ilyen normális életszínűen egy szép házat, és szerintem ezt nem is kell magyaráznom, hogy most melyiket választanál. Ez azóta is így napi szinten feljön bennem ez a kérdés. Majd egyszer kiderítem, de valószínűleg nem fog hozzám senki odajönni, hogy ad nekem egy házat, meg egy kimeríthetetlen bankszámlát, meg boldog, egészséges életet, úgyhogy marad a zene.
ha lehetne három kívánságod, mi lenne az? Hát, nem tudom. Most ez megint egy olyan kérdés, hogy ha, hogy egy olyan, nyilván legyen legyen egészségünk, de most nem akarok nektek hazudni, hogy ilyen jó címben feltüntessem magamat. A három kívánságom az lenne, hogy tényleg bármit kívánnék, és most ez is egy olyan kérdés, amit most olvastam el először, és nem tudtam rajta gondolkodni, hogy azt fogom mondani, ami legelőször az eszembe jut. A három kívánságom az, hogy nézzek ki úgy, hogy tudjam magam 100%-osan elfogadni és szeretni. Tehát, hogy a saját szememben legyek tökéletes nap. Mert egyébként egy nőnek szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Napi szinten tudom órákon át gyűlölni magam a tükörbe, nem elfogadni magam, nem szeretni magam, itt vagyok kövér, nagy az orrom, lapos a s***em, kicsi a mellem, mit tudom én mi. Tehát, hogy nézzek ki úgy, hogy ne tudjam utálni magam. Na, tehát, hogy tudjam szeretni magam, mert tudom azt, hogyha ez működne, az, hogy szeretem önmagam 100%-osan és elfogadom, és önbizalmam van, akkor a színpadi munkáim során is sokkal-sokkal többre vihetném, mert nem lennék ennyire gátlásos, hanem sokkal jobban oda tudnám tenni magam bizonyos szitukban, mint például lásd, amikor kiestem a Starman Starból, mert olyan ruhát kaptam, ugye Jessie J voltam, és ilyen nagyon rövid kis sorban voltam, és kilógott a babahájam a sorból, alul-fölül, és egyszerűen annyira csúnyának éreztem magam, hogy nem tudtam átadni a... De egyszerűen minden tudtam lenni, csak szexi dögnem, ami kellett volna, hogy legyek. Na mindegy, szerintem túl is magyaráztam. Szerintem, aki érti, az érti. A következő kívánságom az lenne, hogy legyen... hogy bármit meg tudjak csinálni az ének hangommal, bármit, amit csak akarok. És azt gondolom, hogy ennek a kettőnek a birtokában, hogyha azt érezném, hogy 100%-ig elégedett vagyok magammal, tehát van önbizalmam, de kettő pedig a hangszerem, tehát a hangom az annyira biztos és bármire képes, hogy azzal a világklasszisokat tudnék úgymond magam mögött, tehát hogy mondjuk mit tudom én, kihívnám a Beyoncé-t egy énekversenyre, akkor nem kéne szégyenkeznem mellette, most csak mondtam egy nevet, akkor azt gondolom, hogy a harmadik kívánság igazából az már csak az maradhatna, hogy legyek boldog. Hiszen, hogyha 100%-ig elégedett vagyok magammal, és van önbizalmam, és csodálatosan, tökéletesen énekelek, akkor igazából a karrierem az olyan szempontból sokkal biztosabb lehetne. Legalábbis én azt gondolom, hogy nagyon sokszor vagyok saját magamnak az ellensége, a saját félelmeim határoznak meg engem, vagy döntenek helyettem, vagy adott esetben azért nem lépek, mert azért nem teszek meg dolgokat, mert a félelem irányít. Tehát, hogy előbb mondom azt, hogy én ezt nem tudom, vagy erre képtelen vagyok, mert nincsen önbizalmam, vagy rosszul érzem magam a színpadon egy bizonyos ruhában, mert nem tartom magam elég szépnek, és ezt azt gondolom, hogy például szerintem a karrieremet is nagyon sokban befolyásolja. Szóval a következő kérdés az, hogy szia, ha szerepelnél a régi fajta Playboyban, ha felkérnének rá? Nem. Ezt gyorsan kimerítettem. Szereted Ariana Grande zenét és hangját? Szeretem, bevallom őszintén, hogy nagyon szeretem, hallgatom is. A zenekben is abszolút igen, abszolút bírom őt, mert hát nagyon kis szép. Bár ha pont láttam egy fogom küldött át egy cikket, hogy igazából mennyire csúnya a haja. Még nem is olyan hosszú a haja, hanem ilyen kis nyomi haja van. Szóval becsapós. Mikor lesz új dal? Igazából már kész van egy csomó dalom, amiket ugye itthon írkálok. De a jövő évre fogok tervezni kijönni.
ezekkel a dalokkal, úgyhogy addig egy kis türelmet szeretnék tőletek kérni. Melyik márkát szereted a legjobban? Melyik márkát szeretem a legjobban? Hát nincs ilyen. Nyilván imádom ezeket a Gucci, meg ilyesmiket. Az ember mindig álmodik egy-egy ilyen cuccról. De talán a Guess. De nem. Tudod mit? A kedvencem a Real Baby Pony. Mert az a sajátom. Szeretnél gyereket? Ha igen, mennyit és szerinted mik a legszebb nevek, fiú, lány? Fú, de nehéz kérdés. Ez napi szinten vita nálunk Tomival, hogy lesz a gyerekünk, vagy nem. Nálunk ez elég furcsa, mert pont fordítva van, ahogy szerintem átlagosan szokott lenni. Nálunk Tomi szeretne nagyon. És hoppá, annál lejjebb nem esik. És én kevésbé, mert félek a gyerekvállalástól nagyon, hiszen engem is egyedül nevelt fel édesanyám, és nekem ez egy olyan trauma az életemben, az, hogy láttam, hogy édesanyám tönkre megy abban, hogy egyedül nevel fel egy gyereket, hogy nyilván egész életemben attól féltem, vagy attól parázok, hogy én is egyedül maradok egy gyerekkel, és tönkre megy az életem. Úgyhogy én nehezen veszem erre rá magam, hogy gyereket szüljek, pedig már lassan 34 éves vagyok, és itt volna igencsak az ideje. Minden esetre, hogyha lenne egy gyerekem, akkor én lány gyereket szeretnék, és az lenne a neve, hogy Csenge. Ki ez az énekesnő, akivel szíved szerint énekelnél egy duettet, de elérhetetlen sztár? Leona Lewis. Leona Lewis vagy Lara Fabian az, akik hozzám szerintem legközelebb állnak hangilag, és akikkel nagyon-nagyon jól tudnék együtt dolgozni, én azt gondolom, mert nagyon hasonló hangkarakterűek, mint én, és nagyon-nagyon imádom az ő hangjukat is egyébként, és nagyon sokat tanultam is tőlük, tehát hogy nyilván az ő dalaikat, ahogy megtanultam énekelni, úgy nagyon sok minden ragadt rám az ő tudásukból. Úgyhogy talán ők azok, akik egyre csúnyább összebb gyerekek. Melyik tulajdonság, amit legjobban szeretsz magadban? Melyik? Talán az alázatosság. Az egy tök jó dolog, hogy az ember alázatos tud maradni. Meg a kitartás. Az is. Hogy kitartó voltam, és sosem adtam fel. Szia, szoktál fehér nemű nélkül lenni ruha alatt? Ez milyen kérdés, és mit éreztél, amikor ezt a kérdést feltetted nekem? Na szóval, most már mindjárt egyébként a végére érünk a kérdés rengetegnek, úgyhogy ezzel is itt felpörgök. Ez alatt most nem fog tudni dumálni, úgyhogy ez gyorsan megcsinálom, és akkor utána folytatom. Voilà! El is készült a tusvonal, időközben egyébként megint lemerült a gép, és legalább egy órán keresztül vártam, mire valamennyire fel tudott tölteni azt, hogy be tudjam fejezni a videót. A szemem már majdnem teljesen kész, megcsináltam a tusvonalat, a szempilláimat, és most jönnek a végső simítások és egy száj. Milyen tanulmányi végzettségeid vannak? Ezt a kérdést kaptam még. Papíron igazából két végzettségem van, az egyik ugye az énekes, amit a Kőbányai Zenei Stúdióban szereztem meg. De egyébként ezt kevesen tudják, hogy nekem van egy kommunikáció és médiatudomány diplomám, amit a Zsigmond Király Főiskolán szereztem meg. Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet. Mikor én kicsi voltam, hát nem is kicsi, egészen pár évvel ezelőttig az én édesapám nagyon-nagyon nem akarta, hogy én zenész legyek, és ezért nekem kötelezővé tette az, hogy elvégezzek valamilyen főiskolát. Ő nagyon azt szerette volna, hogyha én jogász leszek, és végül elkezdtem a MÜTFÖ-t, azaz a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláját, ahol is, hát már így nem is tudom, az ötödik fél évben elkezdtem nagyon durván budácsolni számvitelből. Olyannyira ment ez, hogy három fél éven keresztül vettem fel a tantárgyat, és tehát az összes lehetőséget elhasználtam, és mind a 9-szer megbuktam belőle, és nem akartam tovább kockáztatni, mert hogyha
hogyha DK-nél vizsgán is megbuksz, tehát hogyha kérvényezel egy tizedik vizsga lehetőséget és azon is megbuksz, akkor 2 év eltiltás van a felsőoktatástól. Így én inkább a meglévő kreditjeimet és tantárgyaimat átvittem egy másik főiskolára, ez volt a Zsigmond Király Főiskola, és kerestem magamnak egy olyan szakot, amiben nincsen számvitel. És végül így lett a kommunikáció és médiatudomány, és így szereztem diplomát, miközben ezzel párhuzamosan titok van, úgyhogy apukám nem tudta, elkezdtem a Kőbányai Zenei Stúdiót, hiszen felvettek oda is, és egy ideig ezt a kettőt párhuzamosan csináltam. Először halasztottam egy fél évet a főiskolán, folytattam a zenei sulit, aztán utána ott halasztottam egy évet, befejeztem a főiskolát, de ott már csak levelező szakon voltam, lediplomáztam, és akkor utána befejeztem a Kőbányai Zenei Stúdiót, és tök őszinte leszek, azóta, mióta megvan a diplomám, én azóta nem is nyúltam hozzá, soha nem dolgoztam a szakmámon belül, hiszen gyakorlatilag rá 2 évre megszereztem a zenész szakmát is, meg hát már addig is dolgozó énekes voltam, tehát a szakmában működtem, mint vokalista, hajóztam, tehát hogy abból éltem, hogy énekes vagyok, de úgy voltam vele, hogy hadd legyen boldog édesapám, meg amúgy sem leszek kevesebb egy diplomával, bármit hozhat még a jövő, úgyhogy csináltam egy ilyen diplomát is, úgyhogy van egy ilyen végzettségem is. Azt hiszem, ezt túl is beszéltem. Most már tényleg mindjárt kész vagyok, még varázsolok magamnak egy szájat. Aközben nem nagyon fogok tudni beszélni, sőt egyáltalán nem, de azért mutatom, hogy mit csinálok. A szájnak nálam az a lényeg, hogy minél dúsabb legyen az alja, most egy piros száját fogok magamnak csinálni. Ez a legnehezebb, ráadásul egy ilyen matraszálladó piros rúzsal, amiben van egy kis ilyen dúsító hatás. Egyébként ez a Lip Max, ezt rendelni lehet az internetről, szóval egy kicsit így csípi az állat, és akkor még így be is dalasztja nagyon. De hogy én úgy szoktam magamnak sokkal teltebb ajkakat varázsolni, hogy tehát mindig egy kicsit peremen kívül megyek a számon, de nem mindenhol, hogy legyen úgy ekkora szám legyen, hanem itt a csücsöknél teljesen a peremen, és a tetején húzom egy kicsit túl, és itt lent ugyanígy, majd mindjárt megmutatom. Szóval láthatjátok, hogy itt megmaradtam peremen belül, és itt alul húztam alá, és fölül megpróbálom ugyanígy megcsinálni. Kicsit be is, tehát befelé is dolgozok a szájkontúra, hogy jobban megtapadjon rajta majd a rúzs. És itt jön majd a nehéz rész, mert itt fogom majd egy kicsit túlhúzni. És hogyha a kontúrozás megvan, akkor jöhet a rúzs. És egy kis hajacska, mert azért ugye nem egy ilyen őrületes kontba fogok. Én már ugye megcsináltam a hajamat, hajvasalóval begöndörítettem magamnak. Ezt egy másik videómból, amit még régebben készítettem, megnézhetitek, hogy hogyan szoktam csinálni. De belinkelem majd ez alá a videó alá is, és a kedvenc száraz samponommal, amit én nem száraz samponnak használok, hanem ilyen hajtőemelőszerűség, meg egy kicsit fújok a hajtöveimbe. Hát azzal kell vigyázni, mivel ugye ez a száraz sampon így eléggé olyan, mint hogy egy púder kerülne a hajadra, attól függetlenül, hogy ez barnáknak készült, tehát egy kicsit barnás színű az, ami a száraz samponban van, azért így lehet látni, hogy ilyen kicsit ilyen, mint hogy a púder került volna a hajamra. Szóval kész is vagyok. Azt hiszem minden kérdésre válaszoltam.
itt valami nagyon irritál, valami hajszál. Na, szóval azt hiszem minden kérdésre válaszoltam, remélem, hogy jól éreztétek magatokat ebben a röpke, nem tudom, fél órában. Nem tudom, milyen hosszú lesz a videó, miután összevágom, kivágom belőle a lényeges részeket, de így a nyers anyag hát körülbelül másfél óra. Szóval így, ez a smink, és remélem, hogy a válaszokkal is elégedettek vagytok, majd mit csinálunk hasonlót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, nyugodtan kommenteljetek, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, kövessetek be Instagramon és Facebookon is. Hát ennyi voltam, sziasztok!